Pillanatokon belül elkezdődik, illetve majd John McDonald bekonferálja az utolsó délutáni mérkőzés két résztvevőjét, Matthew Edgart, illetve Mansur Sujovicot, és már játszottak egymás ellen ötször. Abszolút Sujovic fölény, mindössze egyetlen egy mérkőzést tudott megnyerni Matthew Edgar ellene. Igen, itt pont a helyszíni kommentátorok is arról beszéltek, hogy az a kérdés, hogy Matthew Edgar tudja hozni mondjuk azt a 75%-os kiszállózást, mint az első meccsén produkált, mert akkor nagyon komoly bajba lehet Sujovic, ha ő nem tudja ezt felülmúlni. De hát ezt mindannyian tudjuk, hogy minden darts mérkőzés külön-külön fejezet, úgyhogy ebben egyáltalán semmi garancia nincs. Nézzük a bevonulást. The players from England. He's played in 9 UK Opens and this is his third World Championship. Time to meet, prime time, Matthew Edgar! Ladies and gentlemen, time to meet Austria's number one, playing in his 13th World Championship. The former German Darts Masters and the winner of the Champions League, the gentle Mansur Hát Mansur Sujovicnak háromszor is sikerült a legjobb 16-ig eljutni eddig a világbajnokságokon, annál tovább viszont nem. Igen, és a tavalyi egyébként ugye szomorú hőse volt, ha lehet így mondani, hiszen ő is falonserok áldozata lett a tavalyi világbajnokságon, sokan emlékeznek arra a mérkőzésre biztosan, de most itt ez egy új kihívás neki. Wayne Mardus, John Part lesz, mert megint a nagy páros, itt a helyszíni kommentátor. De inkább itt az az érdekes a történetben, hogy Mansur Sujovic nem vett részt az utóbbi két tornán, ugye a Grand Slam of Darts és a Players Championship Final versenyén, és nem igazán vagyunk képbe azzal kapcsolatban, hogy milyen formában van. Azért egy hónap, másfél hónap elég komoly idő ebben a profi darts világban, nincs nagy viszonyítási alap. Meglátjuk, mert Matthew Edgar nagyon magabiztosan hozta az első kanyarban a mérkőzését, és Sujovicnak kelleni fog, az biztos a nagy játék. És akkor még utoljára elmondom a nyereményjátékot, mielőtt elkezdenék a mérkőzést. A mai nyereményjáték kérdésünk: melyik évben nyerte meg a UK Open-t Nathan Espinal? Ezt az évszámot kérjük elküldeni. És a PDC nyeremény jatek@gmail.com e-mail címre. No, hát lássuk. Az osztrák kezdi a mérkőzést. És közben egy kicsit lehult a lepel a Razma-féle figuráról, ugye Kovács Pisti kollégánk segített, hogy ugye Priekule, vagy hogy hívják azt a várost, ahol született, bocsánat. Most Priekule, Szovjetunió területén 88-ban még, most már Lettország területén van, és ennek a városnak egy a kovácsa volt, aki a templomtoronról egy saját készítésű szárnyal próbált elrepülni. Úgyhogy ez egy ilyen, valóban egy lett mitológiai alak, igen, ha lehet igen így mondani, most már csak poénnak szántuk, de ezek szerint tényleg az. Úgyhogy valószínűleg azt jelképezi, nem pedig a nyugat-virginiai moly embert. És akkor most már tényleg befejeztem a Razma-féle figura kibeszélését, mert elég sok időt fordítottunk rá, többet, mint kellett volna.
Közben jó a kezdés, itt a 302-re kell a tripla 20, nincsen 170-re kerekítés. Matthew Edgar egyébként az első körben Kyven Hovent verte meg 3-0-ra, és már ugye Lajos is említette, egészen szenzációs 75%-os kiszállót ért el azon a mérkőzésen. Csak hát itt most az a kérdés, hogy Mensu Sujovic ellen mennyi lehetősége lesz majd duplára dobni. 150-re megy le. Eddig Edgarnak még a tömeggel is meggyűlik a baja, nem csak a... Azzal, hogy egyelőre nem fogjuk megtudni, hogy mi hogy tud kiszállal dobni, mert még nem ér le oda. Nagyon jó eddig. Szép kis bemutatkozás. Igen, nagyon komoly belépő lett volna egy 150-es kiszálló. Még 200 alá se tud lejönni Edgar az első legben. Dupla 18 Sujovicnak. Na, jön a dupla. Belülről mindig dobja nem az jön. Utolsó nyilat, de nagyon magasan van Edgar. Most jön a tripla. Ez 140. Most már azért van némi nyomás Sujovicson, de továbbra is hibázik a duplára. Na végre, nagy nehezen bedobja. Óriási, hogy szerencséje Sujovicnak, hogy nem használt valami zsírégetőt a tömeg eltüntetésére Edgar, mert nagyon-nagyon sok nyilat dobott el duplára rosszul Sujovic. Egy százas. Most Edgar kapta el jobban a fonalat ebben a legben, de itt jöhet a javítás Sujovictól. 180! Van az első. Kilencvenkilences. Hopp, egy. Sőt, 2-5-ösbe átcsúszó nyíl. És fönt maradt 100 fölött Edgar. 164-re megint kéne a 257, de nem jön. Et dobott. Sujovic 60-ra lemegy. Egyes dob Edgar. Nincs kiszálló Edgar. Nagyon nagy hibák. Sorozatban. Sima 20-as megvan. Dupla 20. Bedobja. Az is megvan. Sujovic most nem pepecsel annyit a kiszállóval. 2-0-ra vezet Sujovic. És jön a tripla 20. Az picivel alatta, igen. 140, így is jó kezdés. De utána dobja vissza bizony. Egyelőre tartja a lépést Sujovicsal. Alá megy. Azt talán benne. Talán igen, ráemelte a triplára. Igen, százas. Nagyon együtt.
60-as, na ez most hiba. Ki is használja, úgy tűnik Edgar, könyörtelenül. 140. Minél többet nézem, annál jobban érzem azt, hogy ilyen ronda meszt én még életemben nem láttam, mint Edgar. Tényleg, bol. Valóban. Tudom, még ez a fekete nadrág is. Nem tudom, tenni ez... egyszerűen, de biztos van némi ilyen. Ezek a Ricky Tosinek az még hagyján, de nem tudom, na mindegy. Ízlésről nem érdemes vitatkozni, hogy nekem borzasztóan csúnya, de hát ez igen. Kell a tripla 20-as, nem jön. 65, megfelezi a pontjait Matthew Edgar. És Szujovics itt van az esély a háromról. Lezárhatja, igen, 66-ról. Az nem tripla. Dupla 16 a végére Szujovicsnak. És bedobja ezt is. Hát az első legben még szenvedett a duplákkal, aztán a másik két legben simán megdobta a duplát. Viszont nem tudott még duplára dobni, az eddig nagyon jó duplázó Edgar. Úgyhogy elnyerte, megnyerte az első szettet Szujovics 3-0-ra. A Szujovics nagyon simán nyerte az első szettet. És nagyon extrát nem is kellett dobni, a 90,2-es átlaggal nyerte az első szettet. Edgar meg 87,6-tal még dupláig nem tudott lejutni. Úgyhogy még várnunk kell annak kiderítésére, hogy hogyan duplázik Edgar. De más nézőnek is megegyezik a véleménye vele, a te véleményeddel, hogy a ritka ronda meze van. Most olvastam én is. Úgy látszik, nem csak nekem csapta szét a szememet, meg az ízlési érzékeimet, hogy itt azért vannak problémák. Esztétikai érzékemet, bocsánat, inkább így fogalmazok, hogy helyesebb. 60-as. Itt jött egy kérdés, hogy mi a véleményünk. Gondolom, hogy az enyémre már elnézést, de leginkább kíváncsi az úr, mert az okos darts táblákról, amik ugye hagyományos szizákenderből vannak, de olyan elektromos rendszerre vannak ellátva a keret által, egyébként ugye a szektor keret által, hogy számolnak a ilyen kamerákkal is ellátott rendszer is létezik, ami hagyományos táblán kamerával számol. Hát a kérdés a kedves nézőnek az, hogy mennyire segítik ezek a számolást fejleszteni, hát semennyire. Pont az a lényege, hogy leegyszerűsíti. A számolást az biztos, hogy hagyományos darts táblával lehet a legjobban fejleszteni. Tehát azzal, ami rásegít, azzal nem igazán lehet jól fejleszteni a számolást. De egy érdekes dolog, most a szakmánál maradva, itt emlékszem, amikor még annak idején a Magyar Televízióban dolgoztam, Vitrai Tamás például tiltotta a súgógép használatát. Uh-huh. Nézzük, tiltotta a súgógép használatát, mert egyszerűen elfelejt az ember gondolkodni, és hogyha a súgógépen valami rosszul van felírva, gyönyörű kiszálló. 120-as kiszálló Edgartól. 108-as kiszálló. Akkor hirtelen megtorpansz, és azt se tudod, hogy addig mit olvastál, mert nem gondolkodsz, így van. Csak olvasod. Így van. Hát itt ugyanez a cél, hogy a számolást önmagában ne váltsa ki semmi. Nyilván természetesen, akik játszanak ilyen táblákon is, tehát itt most az volt a kérdés, hogy fejleszti-e a számolást, hát azt nem. Egyébként az ugyanaz majdnem, mint ugye a szoftjáték, csak az a különbség, hogy hagyományos anyagú táblára kell játszani, és ugyanúgy fémhegyű nyíllal, de szerintem megbízhatóság szempontjából is egyébként jobb a vagy a hagyományosan játszani és számolni. De egyébként egy csomó levezető program is van már, amit használnak a dárcosok amellett, hogy normál táblára játszanak. Úgyhogy
És se tudom képzelni, szóval milyen rengeteg. Az a tábla. Én láttam már, találkoztam többféle variációval is, úgyhogy... Ja, hát igen, elég drágák. Igen. 60-as. Legyint egyet erre Szujovics, ezzel különösebben nem kell foglalkozni, 55 volt. Azért azt nem tiltotta meg, hogy levonják. Azt nem, de most nagyon belehúzott Edgar. Emelt a szinten. Szujovics nem tudott vele tartani még, igazán. Na most mindjárt kiderül, hogy kiszállózik Edgar. Most a Bull. Hoppá. Azt nem találja el a Bullt. Legyen mentségére az, hogy Bullra kellett dobni, nem duplára. Megvan. Az még nincs. Most ma az is. Bedobja. Egy-egy. Tartotta a kezdését Szujovics. 96-tal nyit Edgar a harmadik legben, a második szedben. Két tripla. 180! Ki is került a kis 9-es. Ma csak így tovább Szujovics. Megpörgette pedig rendesen, mégis aláment. Most nem jön. Sőt, hát most egy sem jött, 45. De ma este ugyanúgy 7 órakor lesz a folytatás, és a következő program, következő mérkőzés szerint Dave Chisnál kezd majd Keegan Brown ellen, aztán következik Vatimena Kenny ellen, majd jön a sokak által várt Espinel Waits ellen, és egy Marcus Smith, Jason Lowe mérkőzés zárja majd a sort. 140-es. Na, szépen lemegy 68-ra Edgar, de egy hátsó pályás nagy kiszálló még lehet ebből, így már nem. És a 32 bedobja most nagyon is. Nagyon szépen. Ez a duplákat nagyon jó dobálja. Itt egy néző kérdező, hogy valaki írja már meg, legyen szíves, Akantis Tamás kérdése, hogy Mensur mit nyomkorászik minden dobás után, nem jövök rá évek óta. Nem nyomkorászik semmit, hanem addig tekergeti, pörgeti a nyilat, amíg a megfelelő fogás megtalálja rajta. De ott hátul, ott. Ja! Hát magnézia. Azt nem csak ő használja, egyébként elég sokan használnak, vagy vaxot. Attól függően, nem látok fehér port egyébként a kezén, ilyen magnézia port. Olyat se. Az már nincs ott. Olyat se. Ezért valószínűleg vax. Ott van valami a kis tokban, amivel ugye a kéztapadást, vagy épp hogy a csúszást akarja elkerülni, és azt akarja, hogy minél jobban meg tudja fogni a nyilat. Ezzel a kis pörgetéssel meg beigazítja, mert van egy fogás, amit minden dárcos szeret, hogy a nyilat úgy fogja meg,
és ahogy átveszi a kezéből, hogyha nincs meg a megfelelő fogás, akkor beigazítja, és közben egy 180. Tehát ugye láttunk ezen a világbajnokságon olyat is, aki ezt egyszerűen saját nyálával megoldotta. Jaj, ne is emlegesd Hamilton, az rettenetes volt nézni is. Nem emlékeztem rá, hogy ezt csinálja egyébként. Fura volt. Százas. Lemegy 24-re Edgar. Szujovics egy 77-es kiszállóban kényszerülve, mert elmehet neki a második szett. Megvan. Na dupla és 10. Most a dupla kell. Dupla 5. Bedobja. Bedobja. Dupla 5-öt, azt a mindenit. Agymentés, de Edgar kezd. Nagyon jól kezdi. Följavult a játéka. És ha már számolásnál tartunk, volt egy ilyen kérdés is, hogy a speakerek ilyen jól számolnak, vagy azt nézik, amit az írók írnak a lapra. Hát a speaker, amit mond, azt írja az író a lapra, tehát ez a speaker, a főnök ott a játékvezetők között, és az írónak azt kell leírnia, amit a speaker mond, tehát a speakerek mindenki jól számol fejben, aki ott van fönn a színpadon egyébként a három játékvezető közül. Muszáj, hiszen annak is jól kell számolnia, aki az az érdekesség, hogy aki ír, annak a kivonás kell, hogy nagyon jól menjen, aki meg a speaker, annak az összeadás. Ugye mivel ő összeadja a táblába dobott értékeket, az író meg mindig a maradvány értéket kell kiszámolnia. Aztán magánéletre egymás segítségét kérik. Most te tudsz kivonni, én igen, tudok összeadni. No, de szépen nem egy 64-re Edgar. Most belehúzám Szujovics rendesen. 180! Úgyhogy nem lehet nyugodt Edgar, meg kell oldania. Na nézzük! Elképesztő, hogy ilyen szorult helyzetben sem remeg meg a keze. Hihetetlen, amilyen duplázást produkál. Egyenlít, így aztán Edgar, és elmennek az utolsó szünetre. 1-1. Tehát 1-1. Ezt kérdezi tőlem Szikra Ádám, hogy van-e otthon dárctáblám, és szoktam-e játszani rajta családdal, rokonokkal, barátokkal, illetve korábbi kérdést boncolva, hogyan lehet fejleszteni mondjuk a számolást, van erre jó gyakorlat? Hát számolással én is hadilábon állok, ez be kell, hogy valljam egészen. Sokat kell játszani, őszintén. Nagyon sokat, és úgy, hogy nem nyomkodni a számológépet, vagy a... Hát sajnos mi úgy játszunk ott, hogy a lányom letöltött a telefonjára azt az applikációt, amit csak be kell ütni a Az a dobot. Pont nem lehet. Igen. Tehát családdal szoktam, főleg a mai időszakban, amikor hát azért nagy banzájokat nem lehet otthon rendezni. Most például fel is díszítette az asztalon mindenféle csili-vilivel. Táblát? Táblát. Az borzasztó. Remekül néz ki. Csak nem lehet rá... akartam mondani. Hát dobáld le róla azt, ezeket a díszeket. Határozzál meg minden dísznek egy pontértéket, és akkor utána meg tudod mondani, hogy mennyit pontot dobtál. Gyönyörű kínai égök. Íve itt van a remek kiszállózása továbbra is Edgarnak. Három... kiszálló a 180! Van.
179-re jön Szujovics. 96-52, hogy látszik az átlag. 99. Szujovicsnál 13-ból 5 duplája van, Menszúrnak 38%-kal, Edgárnak 94-67 a kör átlag. Mezirakoa 80 pontra van, 6 nyila a Menszúr Szujovicsnak. Illik megcsinálni. Hát az kettőből illik megcsinálni az ő szintjén. Meg, de nincs, ja, meg. Háromból. Háromból meg lehet. Háromból se sikerül. Hát akkor ledök el az a hat nyíl. Sőt, ki tudja. Közben köszönöm a kiegészítést, nem vagyok járatos annyira, bár az említett úriembert pont ismerem, de Pankráció az nem az én világom. És Hulk Hogan rajongását éli ki, igen, Matthew Edgar ebben a mezben. Mondjuk ettől még nem lett szebb nálam ez a mez, de egyébként önmagában értem akkor a logikáját legalább. És a, ugye az Edgar mánia is Hulk Hogan utáni rajongásból fakadó becenév. Legalább ezt is megtudtuk. Színesnek színes egyébként, ez tény és való is feltűnő. 60-nal kezdett csak Edgar, és jön a 140-es válasz Szujovicstól. Próbálja minél gyorsabban magához ragadni az osztrák a kezdeményezést. Viszont Edgar meg oda pakol egy 174-et gyorsan, hogy ne legyen olyan nyugodt Szujovics. És ő is dob egy 140-et. Jön a tripla. Megint jön a tripla. Csak az bezöldült. Pirosban jobban mutat. És a Bull, a duplákat tudja, most már Búra másodszor dobott, azt nem tudta egyszer sem megdobni. Megvan a tripla 18, és a break legért a dupla 16-ra 2. Sunyin méregeti őt Edgar. És bedobja. Nem tudta megbabonázni Szujovicsot. Third leg and Mensa to throw first. Game on. Ott a tripla. 100. Egy tripla lett. A harmadik szedben egészen jól dobnak. Tehát különösen Szujovic 110-es átlaggal. Ebben a szedben egy igen kimagaslóan jól játszik. Jött egy jó kérdés egyébként. Most az nyilvánvalóan nyílt titok, mert a Paul Lim is kitett egy fotót arról, hogy éppen Guinness sört ivott a mérkőzés előtt, hogy hát azért a folyékony kenyeret szeretik a játékosok. És azt kérdezi az egyik nézőnk, hogy vajon az írók és a speakerek is szünetben, amikor levonulnak, akkor kortyolhatnak-e egyet-egyet? Természetesen tilos. Hát nem, ez teljesen tiltva van. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretik a sört az írók, vagy a, hanem ez azt jelenti, hogy nekik ez munka. 180! És munka alatt ezt nem szabad természetesen. Aztán, hogy este mi történik, azt már inkább nem részletezem. Inkább örök homályfegy. Így van. És egyébként kérdezték azt is, hogy az írókat a játékosok jelölik-e ki maguknak a meccsre. Természetesen nem. George Noble egyébként a nagy góré ott a játékvezetők között, az írók és a speakerek között.
és ők beszélik meg együtt a beosztást, hogy hogyan. Nem a játékosnak ebben nincsen beleszólása, hogy ki az, aki írhat, ki az, aki nem. Bár volt már olyan European Touron egyébként, hogy egy-két háklisabb játékos próbált meg lecserélni olyat, akivel esetleg korábban volt valami problémája, de azért ezt általában nem nagyon szokták tolerálni. Na nézzük a újabb nyilat. Az bent van, és 3-0 sima. 2-1-re vezet Szújjabb. Tehát mi baj lehet egy íróval? Hát ez az egyébként, ezt akartam mondani, csak meg akartam várni a kiszállót, hogy igazából azért olyan nagyon nem befolyásolhatja. Maximum valaki nagyon sok, abból volt egyébként probléma, mondjuk European Touron, ha egy író nagyon sokszor elszámolta magát, és ugye ami közben a másik már dobni akar, ő még ott matat a táblán, vagy javítgatja, ugye ott nem papír van, hanem egy ilyen nagy whiteboard, amire filccel írunk, és akkor ott törölgetni, javítani, az nagyon zavaró tud lenni a következő játékosnak. Az meg, hogy elszámolja valaki, az meg szintén zavaró tud lenni. És hogyha valaki sokszor hibázik, akkor az nyilván egy játékosnak esetleg kizökkenti a ritmusát, vagy azért komoly pénzek vannak még egy European Touron is, egy mérkőzésen nem mindegy, hogy 1000 fontot viszel haza, vagy 3, 4, 5000, vagy 10000 fontot egy versenyről, úgyhogy nyilván ennek fényében kell ott dolgozni, hogy lehetőleg hiba nélkül. Komoly felelősség egyébként, de önmagában mérkőzést befolyásoló ráhatás az íróknak azért nem nagyon van. És például olyan létezik, hogy mondjuk XY játékos valamelyik speakert valami miatt nem annyira kedveli? Nem nagyon tudok ilyesmiről. Nem volt ilyen, tehát nincs olyan igény a játékosok részéről, szerintem, hogy melyik speaker. Tudok olyanról, hogy valamelyik játékos, valamelyik speaker nem kedveli annyira, de ezt most nem akarom részletezni. Okay. Nem lenne PC, hogy lehet így mondani. Bedobja a 140-es Szulovics. Hátsó pályáról egy gyönyörű... Hát nem sok esélyt ad most Edgárnak. Jó, és továbbra is jól dobja. Ezt érzi Mensur Szujovics, hogy 180! Edgár van annyira jó, hogy ha ad neki esélyeket, akkor azt be fogja dobálni. 180! Az igen! Így. Szép is. Tudom, csörte volt ez bizony. Most. Jó, a negyedik nyíl. Kicsit megállt a ritmusból. De bedobja az ötödik nyílat is. És a hatodikat is bedobja Szujovics. Ott is jó a negyedik nyíl. Az elment az egyesbe ment. Igen. Na nézzük Szujovicsot. Aládobta a hetedik nyilat. Sutyomba, azt néztem, hogy hány 9 nyilas dobott eddig pályafutása során. Ez lett volna az ötödik, ha esetleg sikerül. És ráadásul az idén dobott már egyet Wigenben. Még februárban. Igen, és neki van egy olyan 9 nyilasa, ami mind a három körben búj volt a vége. Nagyon extra volt. Azt nem kamerás versenyen dobta, hanem a Bulls kelet-európai Super League-ben. Edgárnak még nem volt egyébként 9 nyilasa. Nem kell rámennie a búra most Szujovicsnak. 55 pontja van, hát igen, mondjuk egy 14-est illet volna eltalálni. Addig kombinál, 55-je van. Addig kombinált, még 53-at hagyott magának, mert a 15-öt se találta. Két szektort is elhibázott. Na, tehát olyan túl nagy nyomást nem helyezett rá Edgár.
Megvan a 13-as. Nagy nehezen, a harmadik nyillalmá sikerült eltalálni azt a kerekítőt, amit szeretett volna, és a dupla 20-ra két nyíl. Az fölötte. Elrontja. Meg alatta. Most nagyon elaprózza itt a végét. De nagyon magas kiszálló ez. Ilyen szempontból nem sikerült Edgarnak a tripla. 100, ez így nagyon jó, amennyiben megint elrontja a dupláját Szujovics. Na de ezt már nem teszi meg, ezt a szívességet. Egyetlen egy legválasztja el a továbbjutástól. Közben itt kérdezik tőlünk, hogy mondjuk már el, hogy mitől Sánkháj a Sánkháj kiszálló. Van egy ilyen darts játék, aminek az a lényege, hogy körbe kell menni a szektorokon, egyestől indulva egészen a bullig. Minden körben ugye el kell találni egy szektort lehetőleg, akkor mehet tovább a következő szektorra a játékos, hogyha dobott egy olyan szektort, amire dobni kell, tehát elkezdi az első kört 1-es, 2-es, 3-as, erre a három szektorra kell dobni, és akkor mehet tovább az 1-esről, ha eltalálta, ott rá a 2-esre. És úgy, ebből általában ugye 7 kör, mire eljutsz a bullig, mert az 21 szektor. Ha valaki körön belül úgy dob, hogy egy tripla, egy sima és egy dupla van benne, tehát mondjuk tripla, egy sima, kettő, dupla, három, akkor ezt úgy hívják, hogy Shanghai, és azzal azonnal megnyeri az adott partit a játékos. És azért hívjuk a 120-at Shanghai-nak, mert ugye ott is egy triplát, egy simát, és a végén egy duplát kell dobni. Minden szektorból van egy körön belül. Nagyjából ez a magyarázata ennek a dolognak. 96. Na, 3.59-re, hát most ezt nagyon elereszti ezt a leget Mensur Szujovics. Legalábbis lemaradt, elég rendesen. Most már tényleg ígérem, este a posztok közé valóban kiteszem a James Wade bögrét. Megvan? Megkaptad? Ha, igen, nem is tudtad? Nem tudtam Molnár róla. Molnár Laci elküldte, és nagyon hálás vagyok neki. Hát az, hogy megkaptad, nem tudtam, bár az Laci mondta, hogy megpróbálja megoldani. Megkaptam. Hogy... Ó, már fotó is van, csak majd otthon de finom lehet a meccsnézés közben elbűvészkedek vele, hogy hogy lehet megosztani. Nagyon szépen teszi le magát 40 Edgar. Most valószínűleg nem sok vizet fog zavarni Szújó, és még letetszik magát kiszára, az mondjuk egy nyomás tud lenni, mondjuk egy 180-nal, de nem, ez már nem lesz 180, csak simán 80. Dupla szépítési esélyt kap Edgar. Dupla 5. És le is dobja, egy leget azért összehoz, és most Mensur Szujovics pedig a mérkőzés megnyeréséért kezd. Most hátsó pályáról kell Edgarnak valamit hozni, egy 140-nel kezd Szujovics. Viszont nem jön válasz Edgartól. Most egy-két körön belül eldőlhet, hogy mi a helyzet a meccsen. Itt jön a tripla. 50-7. Egyre inkább kezd kártyavárként összeomlani Edgar. Na, lesz egy tripla is. Nincs, nem dobja be a triplát. De nagyon gyenge köröket dob Edgar. Valószínűleg most még nem fogja Szujovics befejezni. Nagyon elszántal megy oda. Hát ez
befejezésre most még nem alkalmas ez a leg. 64. Nem, de 100-ra letette magát, és nagyon magasan van Edgar. Amennyire bíztatta magát itt a megnyert leg után, annyira rosszul megy ebben a legben. Egy jó Edgarnak. Hát most 6 nyila van 100-ra. Szujovicsnak az biztos. És nem is kell rámenni a dupla-duplára, csak egyszerűen lerakni magát 40-re. Szerintem nem is szállt ki 28-ról, ugye? Szujovics ebben a meccs, ezen a meccsen nem szállt ki dupla 14-jel. Pedig az a kedvenc. Talán. Na most három meccs nyíl. Ott is van, és meg is nyeri ezt a szettet 3-1-re, és a szetteket, illetve a mérkőzést úgy szintén 3-1-re. Úgyhogy ez volt a délutáni program. A rengeteg fotót a ételekről, a karácsonyi készülődésről, a finomabb konyhai költeményeknél köszönjük szépen, úgyhogy elégedetten csettintünk mindegyikre. Chat, és hát én a magam részéről pedig minden nézőnknek boldog karácsonyt kívánok, neked is Lajos, mert hogy majd csak karácsony után találkozunk. Igen, viszont kívánom neked, Laci, és este pedig Miki várja majd önöket és Lajos. Én így van, úgyhogy így van. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további jó televíziózást és jó szurkolást az esti mérkőzésekre, és viszontlátásra.